A rendezvényen többek között hagyományőrző egyesületek, különböző koncertek, tevegelés és lovaglás várta az érdeklődőket. Erre a három napra rengeteg látogató érkezett a fürdővárosba, akik a történelmi programokon kívül ingyenes koncerteken érezhették jól magukat. A Gyulai vár árnyékában rengeteg néző szeme láttára elevenedett meg a 16. századi élet egy-egy momentuma. Hát megpróbáltuk a lehető legjobban korhűbben megtalálni a fegyvereket, amiket használtuk. Ugyanálunk ez elég nehéz volt, mert amit mi próbálunk megjeleníteni, az a azab fegyver, nem mondjuk így. Elég kevés információ maradt fönt róla, amit találtunk, azokat próbáljuk meg alkalmazni. Ugye ők egy könnyű gyalogság volt, tehát nehéz fegyverek nélkül. Leginkább könnyű fegyverek, mint szabja, pajzs és lőfegyvereket használtak. A végvári napokra az ország több pontjáról érkeztek hagyományőrző egyesületek. A sok program közül talán a két leglátogatottabb a korhű fegyverek kiállítása, illetve a Gyulai vár ostromának szimulációja volt. Fegyverbemutatón fogunk részt venni majd 6 órától, ahol bemutatjuk itt az előttünk lévő orgonágyút, majd természetesen utána részt veszünk a csatában. A halálorgona az akkori kor egyik legveszélyesebb fegyvere volt. Ez egy 7 csövű, tehát 7 puskást helyettesítő 7 csőből álló fegyver, ami golyót lőtt ki, elsősorban vár ostromok alkalmával, illetve várvédelem alkalmával használták, leomlott várfalakhoz, illetve kapukhoz. A csata szimulációja során bemutatták azt, ahogyan 1566-ban a törökök végül bevették a Gyulai várat, azonban a Kerecsényi László várkapitány által vezetett várvédők 90 napig hősiesen kitartottak a támadó, többszörös túlerőben lévő török had ellen.